Sziasztok srácok, Zombék, üdvözlök mindenkit! Ma játszani fogunk egy csodálatos Token Druiddal, viszont előtte beszéljünk már arról, hogy tegnap bejött a 15.2-es patch, ami egyébként behozta a Tomb of Terrornak az összes lapját, meg hősét, meg minden ilyesmit, úgyhogy érdekes datamining információkat lehet találni, hogyha valakit ilyesmi érdekel. Nem erről fogok most beszélni, mert a datamining van, amikor téved, és van, amikor teljesen más az, ami kijön belőle, mint ami a valóság, viszont ami biztosan tudunk, ami érkezett a patch-el, és amit kommunikáltak is, hogy a Tombs of Terror-t úgy tudjuk játszani majd a négy hőssel, hogy dual class hősök lesznek, tehát hogy gyakorlatilag két kaszból fogunk kapni lapokat, meg hősképességet, meg ilyesmit, és ezekből lehet majd összehozni a dolgokat. Ezen kívül lesznek ilyen nagyon-nagyon erős Plague Lordok, akiknek az a képessége, hogy nagyon nagy a HP-juk, és valószínűleg elsőre nem fogjuk tudni őket megverni, viszont amennyit sebeztünk rajtuk, azt a dolgot kb. Megjegyzi a rendszer, és legközelebb onnét fogjuk folytatni, tehát hogy gyakorlatilag ha nem megy elsőre, akkor valószínűleg másodikra meg fogjuk tudni oldani. Ezen kívül lesznek úgynevezett Signature Treasure-ök, amik ilyen nagyon erős képességek, amiket azáltal tudunk majd megszerezni, hogy különböző questeket csinálunk meg a játék közben. Ilyen vagy ehhez hasonló korábban is volt, ugye, hogyha megcsináltunk valamit, akkor elérhetővé vált egy másik hősképesség, amit a további ránok során tudtunk használni, úgyhogy valami ilyesmire kell számítani. És azt is tudjuk, hogy a Tombs of Terrornak az első két szárnya fog érkezni, a harmadik, mert 17-én, nyilván szeptemberben, és utána a harmadik és a negyedik szárny pedig utána egy-egy héttel később fog jönni, és hogy a kijátszásért cardback biztos, hogy jár, és a heroikus kijátszásért van külön cardback, és hogy nyilván az előrendelés az a megjelenésig él, és akkor utána már olcsóban lehet megvenni, tehát nem a 20 eurós, illetve hát a 2000 Amazon coinos dolgért, viszont akkor nem fog járni hozzá sem a hátlap, sem a random legendás, úgy tudom. Úgyhogy ezek úgy nagyjából a lehetőségek. És ami nagyon fontos még a 15.2-es patchben, hogy változott néhány dolog, voltak bugfixek, és kapott a Warrior egy újabb nerfet, amire hát így gyakorlatilag a patchnek a leírása közben lehetett rájönni. Azt mondták, hogy a Discover effektek, azokban eddig volt a úgynevezett class bónusz, tehát hogy négyszer gyakrabban kaptál class specifikus lapot, mint korábban. Érdekes, hogy ezt korábban például a Stonehill Defendernél nem vezették be, pedig konkrétan hányszor történt az, hogy Stonehill Defenderből Tyrion-t vagy Tarimot kaptál, na most Wide-ban ugye ez a dolog így most elbukik, viszont ami fontosabb, hogy standardben a Tauntos Discoverről két manás lap a flanki nem fogja tudni önmagát kihúzni, meg nem fogunk tudni állandóan az önmagát másolós tauntokat kiszedni a Warrior, tehát konkrétan a Control Warrior most megint kapott egy hatalmas arcunütést, én ennek egyébként nagyon örülök, meg nyilván az van, hogy a hősképességéből a Dr. Boom így most már az Omega Devastátort nem fogja tudni olyan gyakran felfedezni, legalábbis én ezt olvasom ki belőle, nem biztos, mert egyébként a leírás az valahogy úgy szól, hogy a lapok, tehát hogy elvileg a lapokra vonatkozik, hogy a hős képességre vonatkozik-e, arra egyébként nem vagyok benne biztos, bár a legtöbb helyen Discover Pool-ról írnak, úgyhogy én nagyon-nagyon tudnám adni azt, hogyha ez az Omega Devastátort is érinteni, és akkor így a Control Warrior így tényleg végre így eltűnne a süvjesztőbe. Egyébként nagyon érdekes, hogy többen kérdezték különböző hasznos Facebook csoportokban, hogy mi az, amit érdemes betörni, és az a helyzet, hogyha valaki Warriorra játszott basszus, akkor a Dr. Boom még mindig egy játszható lap. Tehát két manával drágában is játszható, hihetetlen. Tehát, hogy ebből is látszik, hogy a Dr. Boom az mennyire egy beteg lap lett, pedig nem számítottunk rá egyébként, de hogy nagyon-nagyon beteg lap lett, úgyhogy még két manával drágában is megéri játszani. És még egy érdekes dolog, változott az Elise-nek a képessége is, eddig az volt, hogy ugye a druidnak a legendása csak úgy másolta a spelleket így randomra, illetve úgy másolta a lapokat a kezünkbe, hogy így ahogy esett úgy puffant, így gyakorlatilag véletlenszerűen, most pedig hivatalosan megerősített az, hogy balról jobbra haladva fogja másolni a lapokat, tehát konkrétan ki lehet számolni azt, hogy az Elise-nek milyen hatása lesz, tehát miután kijátszuk, hogy mi lesz a kezünkben, eddig nem volt ez sem egyáltalán biztos. Úgyhogy így gyakorlatilag meg lehet azt csinálni, hogy akár létezhet ismét egy Maligos Druid verzió. A Grandmaster túron láttuk, hogy van ilyen, és hogy játszott vele valaki, vagy hát azt hiszem, szerintem többen is, így próbálkoztak vele, de hogyha kiszámítható lesz az effekt, és nem teljesen véletlenszerű, akkor lehetséges, hogy meg fog honosodni akár létre is, és én annak nagyon örülnék. Na mindegy, ennyit szerettem volna most, játszunk! Ami előttem van, az egy csodálatos
Token Druid, egy teljesen standard verzió, ugye amikor a Quest Druid megjelent, akkor onnét a Token Druidnak a népszerűsége a felére esett, és pont azért, mert ez volt az egyetlen játszható alternatíva, és ugye most ezért jó, mert hogy a winrate-je jó, nem a legmagasabb, ahogy néztem, ilyen 52%-okat adtak rá, egyébként azzal már nyilván örülünk neki, viszont legalább egy játszható archetipus, és nem csak mindig a Quest Druid, úgyhogy játszunk ezzel, ugye új lap benne a Bees, és ahogy néztem, hogy körülbelül ennyi. Láttam olyan variánst, ami játszott az Anubis Defenderre, de az nekem oké, a Twin Spell-lel tök jó, de amúgy, amúgy nem tudom, az nekem eléggé gyatrának tűnik. Tehát, hogy te a 8. körben jó, meg tudod védeni valamivel a cuccaidat, de általában azon, hogy a 8. körre te már nagyon győzni szeretnél. Tehát így nem tudom, hogy az feltétlenül jó-e. Oké, nem 5 dolgod lesz kint, hanem alapvetően 6, és nem csak 2-2, csak lesz egy 3-5-ösöd is, ami azért tud számítani, főleg, hogyha következő körös buffolás van, de nem tudom, az nekem így nagyon, nagyon gyatrának tűnik. Na mindegy, menjünk be, játszunk. Rank 7 a történet ismét, pedig már rank 9-nek a torkában voltam, mert sikerült így csodálatosan visszaesnem. Ez volt a... Hú, hát nem is tudom. Igen, ez volt a keddi videó, ami végül egyébként nem készült el. Csak vereségek voltak benne, és így... valahogy nem raktam fel. Lys versus Rexxar! Reménykedjünk benne, hogy Highlander egyébként, és akkor mondjuk a Beast-ből megtartjuk az aranyat. Jó? Ó, az egyébként nem egy rossz kéz. Hogyha ez a curve így ki tud jönni, akkor én eléggé boldog leszek. Legyen Highlander és ne legyen Secret. Secretet nem szeretjük, bár az Explode-rep mostanában azért, mintha kikerült volna a Hunterekből. Sosem. Jó, egyéb iránt. Hát akkor ez fog történni, tehát hogy... a világ összes híja a tiéd, barátom. Nyilván azt akartam megakadályozni, hogy Dire Frenzy kapjon. Mert ha Dire Frenzy-t kap, akkor az életben nem tudunk nyerni ellene. Viszont erre most kimet a Twin Spell. Szerintem az jobb, mint bármi. De nem már! Hogy... Jó, hát így lennem. Ez szerintem így jó, nem? Hogy csináljuk amúgy? Na, az az 1-5-ös, az nagyon jó. Az a baj, hogy az Unleash-sel ugye 5 lénye van. Mindig Huffer. Always fucking Huffer. Elgreedizhetem-e ezt egyébként? Hát, most mit csinálja? Majd őt rédel szerintem az a helyzet. És a Hufferben nem fogom beleütni a 2-2-esemet. Vegyem be csak szépen még 2 sebzést. És megkapom a mókusokat, tehát legrosszabb esetben kiteszem a 2 mókust, meg a nem tudom milyen. Mindegy. De amúgy ennyire aranykezett, ami a csávónál volt, hogy egyből tartotta. De amúgy... Druid ellen miért tartanád amúgy a Scalehide-ot? Tehát én önmagában ezt sem értem. Hát készült arra, hogy token, hát szerintem a quest sokkal-sokkal népszerű. Meg a Scalehide egyszerűen nem jó 2. Reméljük, ő szakadt meg, és nem én.
Muszáj lesz trédelnem, basszus. Most nem tudom leszedni. És most hiába van nálam Soul of the Forest, így egyszerűen semmit nem ér. Ez a legjobb, ami tudott történni. És akkor most nála lesz a spell, és így végig tudja tartani az asztalt. Ami egyébként nonsense, hogy egy Meat Hunter végig tudja a Token Druid ellen fogni az asztalt. De egy egyszer csak el fog fogyni. I wonder... Még egy skill, de... Dupla Desert Spear a felső öt labból. Édes Isten. Ez hogy van? És konkrétan... Nem fogok csinálni semmit két körön át. És kis szerencsével Dry of Frenzy-t rá fogja rakni, na? Azaz. És ott a Frenzy. Jó, meghaltunk, tehát ez a nagy büdös helyzet. Szép volt a sorrend, hülye gyerek. Ugye elfejtett ezzel ütni. És az a baj, hogyha felhúzott még egy Huffert, akkor nyert. Ja, hogyha egyébként ütött volna azzal, akkor 16-ba le tudott volna tenni, úgyhogy ezzel a top deckkel automatikusan asztalról nyerne. Na. Az nem top deckelt lap. Ez nem lehet az. Letelje lenne. De hülye vagy. Letelje lett volna. De nem tudok semmit tenni ellen a kb. Hogy csávú letelt visszalt. És semmit nem ér. Hogy szarul játszott, és így is nyer. Ez az, amikor matchmaking szeret téged, és odaadja a királylapokat. Amikor egy midrange hunter basszus meg tudja fogni a token druidot, ott valami nincs rendben. És főleg így. És lehet azt mondani, hogy de azzal nem tudott volna ütni, mert csak rest kap, persze, csak a Rhino miatt nyilván charge-ot kap, és ugye plusz egyet kap a Timberwolf miatt. És most pedig a Mirror.
Class is in session. Hogy nyerünk? Nyilván úgy, hogy jó körbe húzunk. Nem mertem tartani a Power of the Wild-ot, mert hogyha nem lesz egy droppom, akkor így alapvetően szívok. Így legalább van valami körnek nevezhető dolgom. Csak az a baj, hogy ahogy az quest, akkor onnét így automatikusan nyúlhatunk a Conceit felé. Igen, ott a quest. Jó. Mit tudom kiszedni az Evil Cable Redből? Jó, azt úgyse nyomja meg. Nekem meg csak tolni kell az arcát. Ez biztos, és köfkörben még esetleg erre szerzeném buffolást. Ugye az a gond, hogyha kész a questje, az mondjuk ötödik kör. Érdekel-e minket az? Nem biztos. Buffolást akarok inkább, mint... És egyik sem buffolás, bassz meg. Tehát, hogy... Na végre egy Twin Spell, de tök mindegy lesz, mert következő körre olyat fog swipe-olni, hogy így kihetetlen lesz. Szerettem volna ebből Power of the Wild-ot, vagy a Twin Spell-t, hogy ugye kiférjen manából, de hát nyilván. És most le fogja tudni takarítani az asztalt. Ó, ez nem mondjuk nem baj. Ez nem annyira zavar. Meghagyja a manát, kész a questje, és következő körben nyilván nála van a csúzván. Úgyhogy most mennek ki a... Most vagy ki a Solo the Forest. Víz is jó lenne, de nem játszik el. Most majdnem. És majdnem nem azt csináltam, amit meg beszéltünk. Ugye ha most takarít... Az a gond, hogy ugye kim vannak a darazsak. Most le kellett volna... Nem tudom. Mert két darázsra le tudja ütni az egy-egyeket. Ja, lehet, hogy az egyik darazsat le kellett volna ütni. Mert most hiába lesznek tokenjeim, hogyha azokat is meg tudja. Ja, így a Savage Roll gyakorlatilag semmit nem ér. De egyébként egy ilyet tudunk csinálni. És... egyet üthetünk, nem? Ja, a Swipe Savage Roll az nem lett volna meg, úgyhogy tök mindegy. És nyilván ezt tudjuk vele. És ha nála van a következő is, akkor sírunk. Jó, az nem baj. Az max egy üret lehet. Basszus. És megint az van, hogy ne basszam fel magam. Jut a Savage Roar, és már semmit nem érek vele. Valahogy így. Számolgatok, de akkor, amikor trédeltem, nem volt szerintem letálom.
három lényem volt kint. Azon volt, nem lehetett letálnom. De tényleg az összes szutyoknak ott kell lenni nálad? És komolyan? És most az a baj, hogy ezt megcsinálom, és ott lesz nála a csúzvanos szar. Biztos. Ez egy teljesen egyértelmű ott lesz. Na, Starfall. Döglött lapok a kezemben végig. Édes Istenem. Azt kellett volna, hogy egyszer ne tudja a bordomat megoldani, csak egyetlen egy kurva alkalommal. És akkor így lehetett volna bármi. Victory is yours. Na és most szeretnék egy olyan decket kapni, aminek nincs 16 darab leszedése. Körülbelül. És leszedésük tényleg nincs, hanem a Divine Shield-es tauntok lesznek. Mondhatom, Divine Shield-es taunt erdő. Jó, ezt a kirakom 3-on, 2-n, csak a Hero Power az gyenge, a Forest Aid-et nem tartom. Kéne valami 2 drop. Az egy 2 drop. Ját, akkor van első, második, harmadik, negyedik körünk. Ez egyébként így elég jónak hangzik. Nyilvánvaló volt, hogy ezt csinálja, igen. Kitesszük őt, mert nagyobb fenyegetés. Jó, a lassabbat kéne, de most igazából, ha leszedi, akkor is a mókusaim ott lesznek. Na, haladjál, mert ilyen rohadt gyorsan kiraktad a questedet. Options, options. De hogy a másodperc történése alatt kirakta a questet, és akkor most így, hogy most rópoljunk. Sem direkt csinálja. Az most egy érdekes kérdés, hogy ezt megcsinálom-e. Rohadjak, ma megcsinálom. Ugye mégiscsak három lényem van kint, és így a Twin Spell az nem lesz akkor a hülyeségre. Lehet, hogy nem a világ legnagyobb boardja, de kicsit is becsülni kell, nem? És akkor dupla Twin Spell-en van a harmadik, negyedik körre. Még Solo the Forest nélkül is, és Aqua Consecrate ugye nem fér be. És barátunk, kivépett szerencsésen, úgyhogy én nagyon örülünk. Na hát kaptunk egy olyan ellenfelt, akinek nem volt leszedés. De kirakta a questet és kilépett a srác. Igen, az volt a feladat, hogy játszunk ki egy paladin lapot és ez sikerült, vagy én nem tudom. Yeah.
Lunara! The forest fights back. Class is in session. Savage Roll-t tartjuk a bíz helyett. Mondjuk én lehet, hogy inkább ezt csinálnám. Mert ha kiteszi a kristályozós kristálmercsantot, akkor mondjuk a bízzel meg tudjuk ölni. Na, West? Wow. Egyébként a bíz még olyan szempontból jó, hogyha van nálam buffolás, akkor a saját lényemet meg tudom ölni, és akkor ki tudok tenni darazsokat. Az nem olyan, nem olyannyira rossz. És így most előkészítettem ugye egy csodálatos Twin Spell-es kört is magamnak. Vagy csak simán egy bíj. Egyébként az sem rossz. Jó. Tartjuk az asztalt rendesen, de hát ez ennek. Egy-egyessel jobb vagyok, mint ő. És elhasználtam egy csomó értékes dolgot. Mert másodiknak menni Mirrorban szerintem nem jó. És ugye a Solo the Forest-et nem használtok egy lényre. És nem tudom kitenni őt, hogyha azt meg akarom ölni. Én csak akkor fogok tudni nyerni, hogyha lesz bármi, amikor lépés hátrányban lesz. Mint például, ahogy én, hogy két manát kell, hogy flótoljak. Most erre ráteszi a buffolás, mondjuk egy Hero Power-t, és akkor így bajunk van. Bőven. Mert lépés hátrányom lesz, mert a controllert nem tudom megcsinálni, és ott a Twin Spell. Na, ilyen kezet szeretnék én is. De nekem csak 80-as kéz jár, bassza meg. És innét hátrányban vagyok, tehát most innét megcsinom ezt. Igen. Hát most, de... Ez tényleg jó. Megcsinálhatom ezt, de akkor ennél már ez sokkal jobb. De hogy ott a value trade-je, és akkor csókolom. De amúgy dupla Savage Roll-ra meg letálja van konkrétan. Na, de ezért csak nem annyira jó a srác. Elhasználok egy Savage Roll-t arra, hogy letakarítsam az asztalt. De nem fogok, mert hogy nyilván, amúgy nála van. Na, halló. What if... Jó, hát, ez van. Szint feled. Victory is yours. De amúgy senki nem játszik Token Deed-val kb. Mindenki a questet tolja, de nekem azért sikerül összehozni egy, a matchmakingnek egy ilyen. Ezen jó délelőtt játszom amúgy. Szóval így, mindig ilyen fura deckek jönnek. És akkor én meg ne basszam magam fel. Na hát akkor most bizonyíthatunk Hunter ellen ismét. Most szeretném a világ legjobb kezét felhúzni. Hát, ez nincs messze tőle. Az adott helyzetben. Mert hogy van buffolásunk is, vannak lényeink is, tokenek is vannak, minden van. Másodiknak menjünk, az egyetlen probléma szerintem.
És megint kibaszott midrange. This be our neck of the woods. Ugye most nem lehet nála a fegyver legalább. Nincs nálad a másik Shimmerfly, de... Lol. Hát igen. És ezt randomra kapta, vagy játsza? Játsza. Jó, hát akkor simán kimegy a robbanós srác. Azok úgyse kezd semmit valójában. Jó. Előtti 3-2-t. Oké. Két mókus és a Twin Spell, vagy... nem, ezt játsszuk amúgy, mert ezzel, hogyha játszik is Explode, 3 HP fölé tudunk menni. A mókusoknak így is csak egy-egy HP, vagy két-két HP lett volna, ugye. Jó. Most kirak egy freezinget gondolom, vagy valami ilyesmit. Ez érdekes. Hát én ezt mondom. Most oké, a deadly shot-ozik, akkor deadly shot-ozik, de... És leüti a másikat, és kiteszi a freezinget, akkor baj van, ugye. Holinova nem oldja meg. A Death az megoldja. De amikor múltkor játszottunk, és Mass Dispelt akartam, akkor én nem kaphattam meg, de ez a szutyok egyébként megkaphatja. Ki lehetett volna tenni még egy mókust? Ez most misplay. Kijátszottam kettőt, nem játszott ki, mert Red Trap-től félünk, amúgy. Úgyhogy valójában nem rontottuk el, Red Trap-et játszottunk körbe. Úgy tűnik hiába. A srác nem minden ott van. Most visszahúzza, és kivesz egy Bloodlust-ot, és nyer. Körülbelül az én szerencsém az az lenne. Ha most trade-el, akkor expója van fönt. Ha nem trade-el, akkor valami teljesen más. Taunt-ot csinál belőle, igen, és...
Mit érek velük amúgy? De most komolyan. Kirakom a két mókust, nem az a baj, hogy meg fogunk murdálni. Igen, ezt tudtuk. Ez biztos volt. Egy freezing, igen. Ó. Oh. Jó, van-e nála KC? De amúgy nem is kell, mert hogy a brandja ott van. És akkor... Jó, valószínűleg az megvan neki. Na, tedd ki a brand, nem kell a BM. És fogdossa a lapot. És nem tudtam azt megcsinálni, hogy ne triggereljem egyébként a patkányt, mert akkor még nem vettem volna ki a teljes értéket. Tehát erre az egyre játszottam rá, hogy esetleg nincs nála a patkány, de azt meg tudtuk, hogy az. Na hát, csodálatos volt ez a mai token druidozás is. Megint bebizonyította a létre, hogy egyébként nem érdemes játszani. Tehát ha bármi mással játszol, mint ami a meta, akkor konkrétan csak arcon vernek. Úgyhogy az egyetlen ellenfél, aki tudtunk kapni, de nem kaptunk ki, az egy diszkonektelő csávó volt, mindenki más, minden egyes dolgunkat tökéletesen megoldotta. Tehát, hogy így nem igazán tudom senkinek azt mondani, hogy játszatok ezzel a deckkel, mert ne játszatok vele alapvetően, mert nem jó. Na hát ez lett volna most a Token Druid, örülök, hogy itt voltatok, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!